Köszönjük a sok megosztást és a sok segítséget, előkerült a kutyus, ezzel az üzenettel kerültek fel képek erről a házi kedvencről az internetre. A szilveszteri durrogtatás miatt menekülhetett el otthonról, akár csak ez a madocsai kutya, amelyiket még mindig keresi a családja. A fotók egy paksi elveszett kutyákat gyűjtő oldalon jelentek meg. Van olyan állat, amelyiket még mindig keresik, ezt például Pusztahencsén. Vezényszóra ül és fekszik Masni, a 2,5 éves német juhász fejülné Jantner Erikáé. A paksi kutyatréner szerint az állatokat nagyon megviseli a szilveszteri tűzijáték hangja. A viharhoz köthető a dolog, de mégsem ugyanaz, tehát ennek nincsenek előjelei. Tehát ugye nem változik légnyomás, nincs semmi előzménye a dolognak. Emiatt őket ez váratlanul ér, és nyilván hangban sem ugyanaz, mint egy égdörgés, és ezért kezdenek ők el ilyenkor menekülni. És ami még nagyon fontos, hogy ugye az égdörgésnek van vége, ennek nincs. Tehát, hogy az állat nagyon sokszor ilyenkor tényleg sokkos állapotban menekül. Az eltűnt állatok megtalálására létrejött oldal hasznos lehet a kutyatréner szerint. Mindenképpen jó ötletnek találom, már csak azért is, mert amikor az állat ilyenkor elkezd menekülni, akkor, ahogy említettem, ugye sokkos állapotba kerülhet, beszűkül a tudata is, csak menekül, sokszor nagyon-nagyon hosszú távon keresztül, akár 50-100 kilométert is elmenekülnek ilyenkor, tehát nem szabad feladni a keresést, plakátolni kell, közösségi oldalakon megosztani, és tényleg keresni az állatot. Ez a picike kis rizsszem nagyságú képlet maga a csíp. 2013. január 1-je óta kötelező csippeltetni a kutyákat, ezek az apró eszközök segítenek beazonosítani az elveszett állat gazdáját. Korábban egy állatorvos híradónknak azt mondta, már a törvény hatályba lépés után érezhető volt annak eredménye. Az elmúlt 2 hétben 3 elveszett kutyát hoztak be, abból 2-ben volt csip, és miután fölmentünk a regisztrációs rendszerbe, és megnéztük, hogy kik a tulajdonosok, és mi a telefonszámuk, 5 percen belül megvoltak, és boldogan jöttek a kutyájukért. A durrogtatás miatt a kutyák akár több 10 kilométerre is elfuthatnak, így az sem kizárt, hogy hetek telnek el, amire visszakerülhetnek a gazdájukhoz.